Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Több százmillió forintos a kár, a tűzvizsgálati eljárás eredményére várnak. Újabb útfelújítások Pakson, belügyminisztériumi forrásból fejleszt az atomváros. Eltűnőben az erdei gomba, alig találni már a környező erdőkben egyet-kettőt. Korábban kezdődik a báli szezon, nem szeretnék, ha újra elmaradnának a szalagtűző ünnepségek. A Tamási termálfürdőben november 1-én hétfő délután a nyitvatartási idő alatt gyulladt ki a tetőszerkezet. A katasztrófavédelem munkatársai mintegy 500 négyzetméter felületen oltották a felcsapott lángokat. Az üzemeltető az ideiglenes kárelhárítási, biztosítási munkákkal kapcsolatos ügyekben a tűzvizsgálati folyamat zárultával tud majd intézkedni. A tűzoltóság ígérete szerint a jegyzőkönyv gyorsított eljárásban készül, de így is heteket vesz igénybe. Az egészen biztos, hogy a kár mértéke több százmillió forintra rúg. A november elején bekövetkezett tűzeset óta a Tamási termálfürdő közösségi oldalán egy rövid tájékoztatás olvasható. A fürdő beláthatatlan ideig zárva tart. A település polgármestere hangsúlyozta, hogy a tűzvizsgálati eljárás lezárultáig nem tudnak biztosat mondani, de nagy valószínűséggel elektromos hiba volt a tűz forrása. Az elmúlt héten a katasztrófavédelemnek a tűzkár szakértője volt a helyszínen. Ezt követően pedig a biztosítónak a kárszakértője is megvizsgálta a fürdőt. Újabb szakértők bevonásával folynak majd a feltáró munkák, emellett pedig statikus vizsgálja az épület szerkezetének esetleges károsodásait. Nagyon úgy tűnik, hogy az épület szerkezete az egyben maradt, és a tetőszerkezet ugye jó egyharmada égett le, tehát annak a káreseménye, annak a kárfelülete a legnagyobb. A káreseménnyel kapcsolatban Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videó üzenetben köszönte meg az oltást végzők munkáját, és biztosított mindenkit afelől, azon dolgoznak, hogy hamarosan újra látogatható legyen a fürdő. Ennek az uszodának az Önök életében tudom, hogy nagyon fontos szerepe volt, van és lesz. Ugye folyamatosan tárgyaltunk arról, hogy a fürdőt bővítenünk kell. Nem elég ez a mérték, amely most rendelkezésre, ez meghúsította pillanatnyilag a tűz, de mindjárt azon leszünk, hogy minél hamarabb a kárt helyreállítsuk. Az üzemeltető jelenleg az újranyitás lehetőségeit mérlegeli, például a kinti medencék és a szauna világ megnyitásával. Így remélhetőleg hamarosan ismét látogatható lesz a Tamási termálfürdő. Az elmúlt 3 napban 17.834 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 909.998 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 214, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 31.398 főre emelkedett. 3.980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 434-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.975.000-en kaptak. Tolna megyében 230 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 3 napban, ezzel a járvány kezdete óta 19.077 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Két út felújítása indul Pakson. A korszerűsítés egyik helyszíne a Tölgyfa utca lesz, míg a másik a Tolnai út, Kölesdi út és a mentőállomás közötti szakasz. A beruházásokra a belügyminisztérium pályázatán nyert pénzt az önkormányzat. Döccen a kocsikerék a kisebb-nagyobb kátyukon, a tócsák sora is jól jelzi, van mit javítani a Tolnai út ezen szakaszán. Már nem kell sokat várni, hamarosan megújul a több mint 360 méteres szakasz. A beruházást Paks polgármestere jelentette be sajtótájékoztatón. Itt én azt gondolom, hogy több évtizedes adósságot fogunk törleszteni akkor, amikor felújítjuk. Ez az utca abból a szempontból is fontos számunkra, a paksiak számára, és nem utolsó sorban a mentő szolgálat számára, a mentőállomás számára, hiszen ennek az utcának a
végén található ugye a tűzoltóság és a mentőállomás. A projekt vezetője szerint igyekeznek úgy elvégezni a munkálatokat, hogy csak minimális fennakadást okozzanak a közlekedésben. Részleges lezárással fog az utca megújulni, két réteg aszfalt burkolatot fog kapni az utca. A munkák menete során biztosítjuk a lakosságnak és a mentőnek, valamint a tűzoltóságnak az út nem lezárt részén a folyamatos közlekedési lehetőséget. A Tolnai út, Kölesdi út és a mentőállomás közötti szakaszán kívül megújul Pakson a Tölgyfa utca is. Itt nem csak az 50 méteres szakasz kap új aszfalt burkolatot. A parkolók fognak megújulni, illetve egy réteg aszfaltot fog kapni az utca. Itt hozzávetőlegesen egy 50 méter hosszan. Itt a szegély lesz még, ami ki lesz cserélve az utcában. A kivitelező napokon belül átveszi a két munkaterületet, december 15-ére, valamint 20-ára pedig a tervek szerint végeznek is a munkálatokkal. A Tolnai út, valamint a Tölgyfa utca felújítására együttesen mintegy 72 millió forintot fordít a városvezetés. Szabó Péter polgármester szerint mindkét projektet a belügyminisztériumtól 2018-ban kapott, Paksváros fejlesztését szolgáló miniszteri döntés alapján elnyert támogatásból valósítja meg a város önkormányzata. Novemberben minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn közösségi oldalán. A plusz juttatást november 11-én kezdik el kézbesíteni a postások, és a hónap végéig mindenki megkapja személyesen vagy a bankszámlájára. Tehát mindenki számíthat arra, hogy november hónapban a megszokott nyugdíjához képest nagyjából egy 100 ezer forinttal nagyobb összeget fog kapni egy átlag nyugdíj esetén is, hiszen a 80 ezer forintos teljes összegű nyugdíjprémium mellett megkapja a kiegészítő nyugdíjemelést is, nyugdíjkorrekciót is. Itt a gombaszezon, mégis alig lehet egyet-kettőt találni. Az egyik legnépszerűbb tevékenység a késő őszig tartó időszakban, a hétvégi séták és túrák mellett az erdő húsának is nevezett ízletes gombák gyűjtése. Azonban évről évre egyre kevesebbet találni a népszerűnek számító fajokból. Szabó László gombaszakértő úgy nyilatkozott, ennek egyik oka az erdőterületek csökkenése, másik pedig az aszályos időjárás. Melyikből szeretnél? Márványos pereszkét és szegfű gombát árul ez a nő a szekszárdi piacon. Koromné Nyiládi Ibolya több mint 20 éve járja az erdőket és gyűjti az ehető gombákat, hogy aztán a piacon eladhassa azokat. Elmondása szerint évről évre csökken a begyűjthető fajok száma. Májusban kezdődnek a rúkagombák, a vargányok, de sajnos az sem volt elegendő, egy-két szemet találtunk. Akkor utána szegfű gomba május vége felé, az se nagyon volt, az idén nagyon kevés volt a gomba. Kora tavasztól késő őszig tart az erdőben szedhető gombák szezonja. Sokan kirándulások alkalmával gyűjtik be ezeket, hiszen az erdei gombák ízvilága összehasonlíthatatlan a boltban kapott társaikkal szemben. Szabó László gombaszakértő elmondta, hogy a 2019 és 2020-as év nagyon jónak számított a növények növekedése szempontjából, az idei évben azonban sokkal kevesebbet lehetett találni ebből a csemegéből. Nagyon kevés eső volt az idei évben, nagyon nehezen tavaszodott ki, viszonylag hidegek voltak az éjszakák, meg késő tavasztal is. Kevés volt a csapadék, és hát az év az már így is indult, hogy nem lesz egy túl jó gombász év. Szabó László azt is hozzátette, hogy az elmúlt két év bőséges termése után kell most egy kis regenerálódási idő a gombáknak, hogy jövőre, amikor kedvezőbbek lesznek az időjárási viszonyok, újra gombász döpping év legyen. A harmadik oltás felvételét javasolják a szakemberek azoknak a 18 év feletti embereknek, akik már több mint 4 hónapja megkapták a második vakcinát. Az ismétlő oltás azért fontos, mert a védőoltás után kialakuló védettség minden vakcina esetében néhány hónap elteltével gyengül. Ennek beadását a házi orvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra. A 3 vakcinával oltottak jelentősen védettebbek a betegség súlyos lefolyása ellen, és ez nagyban segíti a védekezést a járvány 4. hullámában.
Több középiskolában is előrébb hozták a szalagavató ünnepségeket. Az intézmény vezetők nem szeretnék, ha még egy végzős évfolyamnak kimaradna ez a fontos esemény az életéből. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban a tavalyi év ellenére ragaszkodnak a hagyományokhoz, náluk csak februárban rendezik meg a szalagavatót. Előbb kezdődik az iskolai bálok szezonja. Tavaly a koronavírus járvány rohamos terjedése miatt nem tarthattak szalagavatót a középiskolákban, így az akkor végzősök életéből kimaradt a hangulatos közösségi rendezvény. Bár idén a kormány még nem jelentett be hasonló járványügyi intézkedéseket, vannak olyan iskolák, ahol a biztonság kedvéért előre hozták az eseményt. A Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban az igazgató a tanári karral közösen már augusztusban eldöntötte, hogy korábban rendezik meg a végzősök bálját. Azért is hoztuk ennyire előre, mert ugye a tavalyi tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb rendezzük meg, hát ha az állam olyan intézkedésekre kényszerül, amikkel már nagy zárt körű rendezvények nem tarthatók meg. Tolnán egy-két éve már november elején rendezik meg a szalagavató ünnepséget. A Szent István Katolikus Gimnáziumban idén 52 végzős diák készül fáradhatatlanul a rendezvényre. Az igazgató elmondása szerint szigorú szabályok keretein belül zajlik majd az esemény. A meghívottak, szülők, vendégek védettségük igazolása után jöhetnek be a sportcsarnokba, illetve arra fogjuk kérni a vendégeket, hogy végigviseljenek maszkot. Értelemszerűen a diákok nem fognak maszkot viselni, és nem szükséges a védettségi igazolvány, hiszen az iskolában amúgy is együtt vannak. Szekszárdon a Garai János gimnáziumban ragaszkodnak a tradíciókhoz. Mi úgy döntöttünk még augusztus végén, amikor az éves munkarendet összeállítottuk, hogy maradnánk a hagyományos szalagtűző dátumnál, ami tulajdonképpen általában itt a szekszárdi, de mondhatom azt, hogy Tolna megyei szalagtűzöket zárni is szokta, ez pedig február 5-e. A tervek szerint a Garai János gimnázium rendezvényén is kizárólag védettségi igazolvánnyal vehetnek majd részt a diákok hozzátartozói. Felföldi László pécsi megyés püspök korlátozó intézkedéseket rendelt el az egyházmegye területére. A döntést a szakmai testületek ajánlására, valamint számos pap és hívő kérésére hozta meg. A templomokban és a zárt helységekben tartott rendezvényeken az orrot és száját eltakaró maszk viselése kötelező lesz. Az áldoztatás csak kézbe történhet, a kézfogásokat a liturgiában mellőzik, a szentelt víztartókat kiürítik és a bejáratoknál kézfertőtlenítőket helyeznek el. A püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy aki felső légúti betegség tüneteit észleli magán, ne menjen templomba és közösségbe. Ebben az esetben, mint minden betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés érvényes. Kiállítással ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület. A civil szervezet továbbra is eltökélten dolgozik a hagyományos népművészet értékeinek megőrzésén és továbbadásán. Komjáti Tamásné elnök azt mondta, jelenleg az egyik legfőbb feladatuk, hogy a mai modern lakáskultúrába is megtalálják a helyét ezeknek az alkotásoknak. Tolna megye számára már az előző ciklusban is nagyon-nagyon komoly szerepet kaptak azok a szerveződések, amelyek úgynevezett, vagy úgymond alulról jövő kezdeményezések. Mondta a jubileumi kiállítás megnyitójában Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke. Arról is beszélt, a megye koncepcióiban kiemelkedő szerep jut az értékek megőrzésének, számos rendezvény és programsorozat jelzi a megye elköteleződését ebben a körben. Komjáti Tamásné az egyesület elnöke úgy látja, egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy megtanulják az ősi mesterségek fogásait. A szervezet vezetője azt mondja, túl kell lépni azon, hogy a tevékenység csupán az érték megőrzést szolgálja. Ahhoz, hogy egy lakás bensőséges, otthonossá váljon, nem sok, de legalább egy-egy ilyen kézműves tárgynak lennie kell, ami egy kicsit az emberiséget képviseli. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem, attól nem kell félnünk. Én úgy látom, hogy egy kicsit megint a reneszánszát éli a népi kézművesség. Csúcsányra Fazekas, a szervezet alapító elnöke az országban folyó tevékenység kapcsán úgy látja, a kézművességre ráférne a folyamatos szakmai kontroll. Gazdátlan a kézművesség, esztétikailag gazdátlan. Tehát olyan ferde utakon járnak kézművesek, mivel legtöbb kézműves nem szívesen fogadja el azt, hogy őt véleményezzék.
Ebből adódóan, ami a Népművészeti Egyesületnél komoly munka volt, az, hogy mindig zsűriztettünk. És ez egy minőség, akárhogy is vesszük, van akinek tetszik, van akinek nem. A 25 éves Tolna megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak szakmai megítélése kiemelkedik az országos átlagtól, mondja az alapító elnök. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Az oltás közös érdek, a Covid vakcina beadását kéri mindenkitől a pécsi rektor. Megtette első útját a pécsi gyártású repülőgép, a pilóta oktatásban hozhat sikereket a kisgép. Túl van a nehezén a megmérgezett kutya, otthon gyógyul a pécsi állatfarm lakója. Az oltás fontosságára, mint a Covid elleni egyetlen hatékony eszközre hívta fel a figyelmet a Pécsi Egyetem rektora nyílt levélben. A növekvő betegszámok miatt érezte úgy a felsőoktatási intézmény vezetője, hogy szóljon azokhoz, akik nem akarják felvenni a vakcinát. Miseta Attila kérdésünkre elmondta azt is, hogy bár a törvény szerint elrendelhetné a kötelező oltást az egyetemen, de ezt egyelőre nem teszi meg. Bízik abban, hogy minden érintett belátja, a járvány megfékezése érdekében be kell oltatnia magát. Az oltás közös érdek. Ezzel a címmel adta közre nyílt levelét a Pécsi Tudományegyetem rektora pénteken. Miseta Attila a Covid elleni védőoltás beadására kér mindenkit ebben az írásban. Magyarországon azért látjuk, hogy körülbelül 3 millióan, vagy annál valamivel többen, még mindig nem oltakoztak. És ez óriási baj, hiszen a vírus terjesztésének ők a fő forrásai. Természetesen igaz az, hogy az is megkaphatja, aki már kapott oltást, de a tünetek, a lefolyás az sokkal enyhébb lesz. Az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz a járvány ellen. Ebben egyetértenek a szakértők, mondta az intézményvezető. A tűzzel játszik az, aki nem veszi fel az oltást. Könnyű addig kételkedni, ameddig magunk meg nem kapjuk a betegséget. De olyan szerencsések vagyunk, hogy nem kapjuk meg, akkor is azt kell mondjam, hogy rendkívül felelőtlen az, aki nem veszi fel az oltást, hiszen ő maga esetleg tünetek nélkül, vagy enyhe tünetek mellett tovább terjesztheti a vírust. Ez mindenképpen elkerülendő. A kötelező oltásról is kérdeztük Miseta Attilát. A kormány rendelete szerint november 1-től a munkáltatók maguk dönthetnek arról, hogy a dolgozók, munkavállalók kötelesek a Covid elleni vakcinát felvenni, vagy nem. Van egy lehetőség arra, hogy az egyetem keretén belül nem csak az egészségügyi ellátó egységekben kötelezően bevezetjük az oltakozást. Én azonban hiszek a józanészben, és egyelőre ezt az intézkedést nem szándékozom bevezetni, viszont határozottan megfogalmazom azt, hogy mindenki számára ajánlott, erősen ajánlott az oltásnak a fölvétel. A Pécsi Tudományegyetemen 90%-os az átoltottság, mondja a rektor, de a 29 ezres hallgatói és munkavállalói létszámot nézve ez azt jelenti, hogy még mindig közel 3000 beoltatlan van a Pécsi Egyetemen. Ezért kéri őket, hogy adassák be maguknak a Covid elleni vakcinát. Sikeresen teljesítette szűz felszállását a Fusion 213 prototípusa a Pécs-Pogányi repülőtéren. A Magnus Aircraft ZRT új repülőgépe a magyar repüléstörténetnek mindenképpen egy meghatározó pontja, hiszen ez lesz az első olyan teljesen magyar fejlesztésű és gyártású repülőgép, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség típusalkalmassági bizonyítványát megszerezheti. Ezek a felszállás pillanatai a Pécs-Pogányi repülőtéren csütörtök délután. A Fusion 213-as prototípusa emelkedett első alkalommal a levegőbe. A szűz felszállásnak nevezett eseményen az első olyan teljesen magyar fejlesztésű és gyártású repülőgép mutatkozott be, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség típusalkalmassági bizonyítványát megszerezheti hamarosan. Ehhez most kezdődhetnek a repülési tesztek. Készen a repülési teszt, ami egy repülési program alapján zajlik. Az ELSA ezt jóvá hagyja, elfogadja,
akkor meg lesz az engedélye. És onnantól kezdve még a gyártószervezetet kell fölkészíteni arra, hogy a megfeleljünk szintén az Európai Légügyi Hatóságnak, és megkezdődhet a sorozatgyártás. Vevők pedig biztosan lesznek, ők már csak az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség engedélyére vártak. Az elmúlt évek során nagyon sok szándéknyilatkozatunk van, akik az abban esetben bemutatjuk az engedélyt, akkor a megrendelésüket érvényesíteni fogják. Van Oroszország és a keleti régióból is több, de Európában is nagyon sok érdeklődés van rá, amik most hirtelen lehet, hogy nem is tudnak azonnal kielégíteni, hogyha elindul a folyamat. Az éves kapacitásunkat szeretnénk feltölteni. Ugye korábban beszéltünk, hogy ez üzem, ha összeszerelt gépeket nézzük, 90-100 gépet tudna évente gyártani. Ezt a kapacitást használhatja ki a pécsi repülőgyár a következő években. A Fusion 213 oktatógép előnye a versenytársakhoz képest, hogy könnyebb a teste, így az üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint például a fémlemez borítású kisgépeké. Ehhez jön még, hogy jól lehet vele manőverezni. Első körben a nappali oktatásra kap engedélyt ez a típus, majd az esti oktatásra is kéri ezt a Magnus. Ez pedig a jövő, egy másik műszerfal, ami a hadsereg gépeit idézi. Ugyanis a katonai pilótaképzésbe is be akar kerülni gépeivel a pécsi repülőgépgyár. Bár még csak háztartási kekszet eszik, már sokkal jobb állapotban van Toruk. A népszerű pécsi állatfarm egyik kutyáját a múlt héten még kórházban kezelték, ugyanis egy ismeretlen bedobott egy darab méreggel átitatott ételt a rancs udvarára, amit az ebb megevett. Azóta már hazaengedték, de folyamatosan ellenőrzik a vérképét. Már otthon szerető kezek és mancsok között gyógyul a népszerű pécsi állatfarm kutyája. Toruk a múlt héten mérgezés áldozatává vált, amikor egy ismeretlen bedobott egy darab méreggel átitatott ételt a rendzs udvarára. Néhány napig infúzióra kötötték egy állatkórházban, azóta már hazakerült és sokkal jobban van, de folyamatosan felülvizsgálják az állapotát. Ugye most azóta, mióta megtörtént ez a mérgezés, ez a harmadik laborvizsgálat, ami azt mutatta ki, hogy szépen javul Toruk állapota, viszont még sajnos nem minden működik tökéletesen, tehát ugye a vérlemezek száma még nem elegendő, úgyhogy még továbbra is kapja az injekciókat, illetve a gyógyszereket. Toruk az eset óta rengeteget fogyott, mondja Fejes Rózsa. A háztartási kekszen kívül nemigen fogad el más ételt, ezért is gyengélkedik még. A rendszer tulajdonosa azonban úgy látja, hogy már sokkal jobban érzi magát az ebb. Én bíztam benne, hogy talán mostanra már teljesen jó lesz. Sajnos a labor eredmények még nem ezt mutatják, viszont az nagyon jó jel, hogy újra elkezdett játszani a többiekkel, kint van, bohózkodik, mondjuk sokat fekszik még mindig, de most már újra kezdem visszakapni azt a kutyust, aki volt, ezt a nyílt szívű játékos és mindenkit szerető aranyos nagymackót. A kutya szervezetében még nem elegendő a vérlemezek száma, de ezt injekciós, gyógyszeres kezeléssel igyekeznek helyrehozni. Azt pedig, hogy milyen méreg lehetett az ételben, nem tudni. Végül nézzük Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Több százmillió forintos a kár, a tűzvizsgálati eljárás eredményére várnak. Újabb útfelújítások Pakson, belügyminisztériumi forrásból fejleszt az atomváros. Eltűnőben az erdei gomba, alig találni már a környező erdőkben egyet-kettőt. Korábban kezdődik a báli szezon, nem szeretnék, ha újra elmaradnának a szalagtűző ünnepségek. Kedd reggel a déli határvidék felől is elvonul a frontfelhőzet, de kezdetben a párásság, ködfoltok lehetnek túlsúlyban országszerte. A délelőtt folyamán ritkul, nagyrészt eloszlik a párásság és a változó vastagságú felhőrétegzet mellett egyre több felé süt ki a nap időszakosan, de mellette élénk déli szél fúj majd. Éjszaka derültékbolt, párásodó levegő, gyorsan csökkenő hőmérséklet lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!